Sziasztok, Vidi Rita vagyok, ez itt a 93 tipp íróknak, hogy mindenkiből sikeres író lehessen, aki csak szeretne sikeres író lenni. Gyakran felmerül a kérdés írók, leendő írók részéről, hogy milyen stratégiát érdemes választani az íráshoz. Ugye arról már nagyon sokat beszéltem, hogy ezek a hétköznapi stratégiák hogyan működnek, tehát az, hogy minden nap kell írni, az alapvetés igazából egy író számára. Természetesen nem kell a Dunának menni, hogyha kimarad egy-két nap, sőt, szándékosan is ki lehet hagyni, majd erről is lesz szó. De azért vannak ilyen stratégiák, amikben érdemes gondolkodni, és szerintem a legjobb stratégia az, hogyha valamit újonnan elkezdesz, legyen szó akár csak egy cikkről, vagy egy esszéről, vagy egy regényről, vagy egy regény sorozatról. A lényeg az, hogy az elején dobj be mindent. Erre azért van szükség, mert eleve a célok elérésének a legjobb módja, hogyha az elején beleadsz mindent, hiszen az első lépés megtétele az gyakorlatilag fél siker. Tehát rengeteg olyan terve, célja van az embernek, amihez soha hozzá se szagol igazából, tevékenyen vagy műveletileg, hanem csak ábrándozik róla. A csakot azt idézőjelbe értjük természetesen, hiszen az ábrándozás az rendkívül fontos emberi képesség, tehát nem leszólni akarom, de ugye ha el akarunk írni valamit, már mondjuk beszéljünk egy regényről. Ha meg akarsz írni egy regényt, akkor nem elég ábrándozni róla, azt meg kell írni. És hogyha a regényt akarsz írni, az bizony hónapokon át tartó feladat, de az egésznek a legnehezebb része az, hogy eljusson oda a mű, amikor már arról lehet beszélni, hogy készül egy regény. Hogyha megírsz egy oldal bármi szöveget, arra még nem lehet azt mondani, hogy készül egy regény. Hogyha megírsz 3-4 oldalt vagy egy fejezetet, még arra sem biztos, hogy rá lehet mondani, hogy készül egy regény. Persze természetesen a fejezet terjedelme aztán mindenkinél más és más lehet, hanem igazából akkor lehet azt mondani, hogy készülő félben van egy regény, amikor már annyit írtál az elején, hogy már zsibbadnak az ujjaid, már zsong a fejed, már éjjel is a szereplőiddel álmodsz igazából, reggel első gondolatod nem az, hogy reggel van, felébredtem, hanem már pörög a fejedben tovább a történet, este pedig alig bírsz el aludni szintén ugyanez miatt, mert pörög a történet. Tehát akkor lehet elmondani, hogy készülő félben van egy regény, amikor már mondjuk legalább 30 oldal megszületett belőle, vagy körülbelül 30 oldal, ne legyünk szigorúak, és beindult az áramlás. Tehát ezt te érzed, hogy áramlásban vannak a dolgok, ezt a saját fizikai valóságodban is érzed, hogy minden a felé sodor téged, hajt, hogy írjad a regényt. És aztán, mivel ez egy nagyon-nagyon intenzív, erőforrás igényes tevékenység, ezért óhatatlan is, hogy ez le fog ülni. Tehát lehet, hogy 32. oldalnál érzed azt, hogy nem bírom tovább, tehát kizsigereltem magam, vagy a 90. oldalánál, tök mindegy, fogod érezni, hogy felhasználtad az erőforrásaidat, és azt is fogod érezni, hogy eljutottál már valahova. És ez nem valósulhat meg akkor, ha az elején nem tettél bele mindent, amit csak tudtál beletenni. Hát ugye mit tudsz beletenni? Testi, szellemi, lelki erődet, meg az idődet. És közben az ujjait pedig krampácsolnak a klaviatúrán. Tehát az elején kell beletenni a legnagyobb erőfeszítéseket, mert utána az már annyira nagy energiatömeget fog jelenteni, hogy húzza magával a többit. Tehát az első, mondjuk a regénynél maradva, mondjuk az első egynegyedét megírva a regénynek, ami igazából általában úgy szokott lenni, hogy az fejben nagyjából megvan mindenkinek, hogy mit szeretne írni a regényben, aztán eljut a regény egynegyedig, és úgy érzi, hogy végül is majdnem, hogy a teljes egészében megvalósítottam azt, ami a fejemben volt, és akkor utána jönnek a szakmai fogások, meg a művészi szintre emelés. Tehát, hogy a regény egynegyedig eljutva, így egy szuszra mondjuk ki tud jönni az egész, nyilván nem egy nap alatt, de napok alatt, hetek alatt. Aztán lehet egy picike kiállás, ez ugye mindenkinél egyedi, hogy az erőforrásait azt hogyan tudja
újra táplálni és közben kiaknázni, vagy milyen egyéb más dolgok igénylik még a figyelmét, tehát hogy az erőforrásokon a regény osztozik mással is, tehát hogy nem kell, hogy, tehát nincs erre aranyszabály, hogy aztán teljes bedobással a regényt kell írni, és akkor ennyit meg ennyit kell előre haladni, mert mindenkinél egyéni, hogy egyébként az élete éppen miről szól még mellékesen. És aztán, hogyha ez eddig eljutsz, ott az már nagyon jól hozza magával a többit. Tehát akkor jön a könyv közepe, eljut a háromnegyedéig, majd jön a lezárás. Tehát, hogy ha nincs meg az eleje, akkor nincsen könyv. Ha nincsen a regénynek egy első 30 oldala, akkor további akárhány 120 oldala sincs meg. Úgyhogy ezért kell az elején beleadni apait, anyait, mert egyrészt az egy keretben már általában megvan az ember fejében, közben az ihlet által jönnek le további részletek, és hogyha sikerül annyit kiírnod magadból, amennyit csak tudsz, tehát tényleg elmondhatod azt, hogy én aztán beleadtam mindent, elzsibbadtak az ujjaim, megfájdult a vállam, beállt a derekam, tehát hogy fizikailag is beleadsz mindent, és ezt tényleg le lehet vezetni mondjuk napi 8-10 óra írásra, akkor elképesztően komoly eredménye lesz. Tehát a bizonyos szintig el nem készült művek egyszerűen nem tudják magukkal hozni a folytatásukat. Azért kell az elején ez a hatalmas nagy lendület, ilyen, mintha csúzliból lőnének ki, aztán elrepül a kő valameddig, aztán oda sietsz majd, felveszed a követ és újra kilövöd, tehát ez valahogy így kell elképzelni, hogy ilyen löketekben jön ki, és az elején van a legnagyobb löket. Aztán majd azt fogod tapasztalni, hogy így beáll egy valamiféle rutinra az egész, tehát maga az idegrendszered is szerez egy rutint, meg reflexé válik számára az írás, és akkor egy ilyen állandósult szinten tartható folyamat révén születik majd meg a többi része a regénynek például. Persze lehet az is, hogy nagy kihagyások lesznek közben hónapokra is, akár velem is előfordul, hogy hónapokra leállok közben a történet, az megy a fejemben, vagy éppen látom a történetet, hogy éppen áll, és mondjuk el vannak egymással foglalva a szereplők, de nem tűnik el, tehát már létre van hozva az egész egy komoly írásműben, amit majd csak folytatni kell. Tehát minél nagyobb testi, szellemi, lelki energiát teszel bele az elején lendületből, mint a csúzliból kilőve, annál biztosabb, hogy el fog a végére készülni a könyv. Ugye a legtöbb könyvet az a veszély fenyegeti, de akár hosszabb cikkeket is egyébként, sőt, a rövidebb cikkeket is, hogy bele se kezdünk. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy az elején nincs meg az a lendület, ami magával rántja aztán a folytatást is. Tehát ezért mindig arra koncentrálj, ez a legeslegjobb írói stratégia, hogy a legelején a munkába dobj bele mindent. Itt nem kötelező, hogy az elejétől kezd el egyébként megírni a történetet, tehát vannak, akik hátulról kezdik, megírják az utolsó fejezetet, elvarják a szálakat, és ehhez építik fel az egészet. Én nem vagyok ennek a híve. Régen, mint olvasó, kezdtem úgy a könyvek olvasását, hogy elolvastam az utolsó fejezetet, meg az utolsó lapokat, és aztán kezdtem az elejéről, hogyha kíváncsivá tett ugye az utolsó fejezet, hogy egyáltalán miről volt itt szó, akkor elkezdtem az elejétől olvasni, de megírni nem így javaslom, főleg, hogyha kezdő vagy. Majd, ha már nagyon rutinos író leszel, akkor lehet ilyet, hogy a végéről kezded, és a végéről épített fel az egész könyvet előre felé haladva, mert mondjuk már a magad számára így teszed majd érdekessé, de a lényeg az, hogy magába a műveletbe, az írásba, a munkaszervezésbe, a kivitelezésbe adj bele az elején apait, anyait, mondjuk úgy, hogy egy hosszú hétvégét rászánsz, például egy pénteket már felszabadítasz magadnak, és úgy szervezed az életedet, hogy ezt a családtagok is tudomásul vegyék, hogy mostantól, attól a naptól kezdve mondjuk 4 napon keresztül, mert mondjuk még a hétfőt is kiveszed magadnak, vagy úgy szervezed, hogy ne legyen más dolgod, és neki kezdesz pénteken, egy jó kis ebéd után, és írsz a teljes szombatot, a teljes vasárnapot végigírod,
és még hétfőn is megpróbálsz írni, és ez összesen azt mondja, 4x8, 32 órányi írással biztos, hogy létrejön 32 oldal. Tehát, hogy ezt a 30 oldalt egyébként ilyen hasraütésszerűen mondtam, de hogyha egy 4 napot így rászánsz egyben, és írsz végig, ahogy nyilván szünetekkel, meg pihenésre külön odafigyelve, meg a minőségi táplálkozásra is, és akár a testmozgásra is, tehát azért 8 órát naponta el tudsz különíteni magadnak írásra, hát akkor baromi gyorsan fogsz haladni. Úgyhogy szervezd így, ez legyen a stratégiát, hogy beledobni mindent, és aztán pedig majd a szinten tartást megvalósítani, hogy mindig épüljön folyamatosan a regényed. Köszönöm szépen a figyelmet, kíváncsi vagyok a meglátásaitokra, várom a hozzászólásokat, és innen folytatjuk majd.